60 nap Japánban címmel tartott előadás nagyajtán dr. Barabás Lóránd, a Budapesti Kútvölgyi Kórház általános sebészszakorvosa. Az előadás egy részletét közvetítjük. Japánról csak annyit röviden, hogy 128 millió lakosa van, ami ugye Magyarországról van, összevetve a több mint négyszerese lakosság szempontjából, több mint 6800 szigetből áll, és egész Japán azért jó részt lakhatatlan, tehát magas hegyekből áll, ezért a 337 körül van a becsült lakosok száma nézetkilométerenként, de Tokió környékén egy nézetkilométeren 6000 lakos is jut, vagy akár ennél több is. Így néz neki Tokiónak a metróhálózata. Tehát mivel Tokiótól 60 kilométerrel laktam, tehát mind a szabadidőm jó részét Tokió, illetve Tokió környékéhez töltöttem, tehát azt feltérképeztem. Nem volt egyszerű első ránézésre eligazodni. Szerencsére egy idő után természetesen egy pár pluszkört le kellett írnom, nem mindig abba az irányba indultam, amerre kellett volna, de itt látható, hogy van egy ovális kör, tehát tulajdonképpen erre épül az egész. Tehát itt van egy vonat, ami gyakorlatilag körbejár, azon túl pedig metró, illetve vasútállomások vannak. De azt hozzá kell tennem, hogy a vasút, tehát nincs elkülönülve a metrótól. Tehát Yokohama és a Moroyama, tehát két egymástól körülbelül 80 km-re levő helység, úgyhogy közte van Tokió. Itt egy vagonba felszállva úgy át lehetett menni, hogy gyakorlatilag Yokohama második legnagyobb városa Japánnak, ott metróként működött. Tehát metróba szállt fel az ember, tulajdonképpen néhány állomás után feljött a felszínre, utána helyi járatként folytatta, de nem kellett vonatot váltani. Utána Tokióba egy felszíni, tehát magas vasútként ment tovább, utána alábukott és metróként működött, utána megint feljött, akkor megint helyi járat, tehát állomásonként megállt, és utána az utolsó szakaszon pedig gyors vonatként tovább ment. Tehát tulajdonképpen össze van építve, tehát a Tokió és a környezet, tehát az agglomeráció az egyként működik. Itt voltam bajba, ahol elfelejtették angolul is feltenni, tehát tulajdonképpen nem látszik a legjobban, de csak japánul van minden, és itt már a vége felé voltam, tehát a második hónapnak a vége felé, itt már térképet nem hordtam magammal, itt bajba voltam, nem tudtam hová menni. Itt látható, hogy vakoknak gondoskodnak, hogy a vakok is tájékozódni tudjanak, illetve itt látható, hogy minden apró pénztől a papírpénzig, illetve mágneses fizetőeszközig, bármivel lehetett fizetni. Nem jegyet kaptunk, hanem tulajdonképpen egy mágnes kártyája van mindenkinek, és az a mágnes kártyát fel kell tölteni. De azzal a feltöltése, tehát azzal pár ezer jent rátesz az ember, és akkor utána azt autóbuszon, vonaton, metron, bárhol használhatja. Nincs időhöz kötve, hogy mennyit ül, az utat számolja ki. Tehát ha beléptető kapuk vannak, és akkor mindig hozzá kell érinteni, és tulajdonképpen bármennyit, lehet, hogy én egy pár kört leírtam közben, az nem számít, utána a szomszédos állomásban jövök ki, ő kiszámolja a távolságot és levonja az összeget. Tokiói látképpel folytatnám, a Tokió központja, háttérben a Fuji hegye. És tulajdonképpen a 150 méter fölötti épületeket nevezik fehérharcolóknak. Hát ebből nem volt ilyen. Tulajdonképpen a Shibuya, Shinjuku, ezek különböző negyedei a Tokiónak. Egy-egy ilyen épület, ezek egy-egy cégnek a magán
kerülete. Tulajdonképpen ez a Dokomo Yoyogi Building, ez az Orange-hez hasonló telekommunikációs hálózat központja. Ezt azt kell tudni róla, hogy ez hát néhány évig a közel 200 méter fölötti óra, tehát ez rekordnak számított, hogy ilyen magasan működő óra nem volt eddig. A Shinjukuba Kokur épület, ez pedig az az érdekessége, hogy a Moszkvában van egy ennél magasabb oktatási épület. Tehát itt tulajdonképpen két egyetem és két főiskolának ad helyet, ez 200 méter fölötti épület. Ez tulajdonképpen, mondhatjuk úgy is, hogy polgármesteri hivatal. Ez tulajdonképpen 3 milliárd dollárból építették fel, és ezt azért már a japánok is sokalták, sokan kritizálták, de egy szép környezetben is, tehát jól működő épület. Egészen a tetejében mindkét toronyba fel lehetett menni ingyen, és körül lehetett nézni. A kilátás ez hasonló volt, tehát itt látható az a kokun épület, amit látunk, tehát itt látszik, hogy itt 200 méter fölött vagyunk. Van, aki vízszintesen nézi ezeket, tehát hajléktalanul ott is van, tehát ez az épület előtt van. A természetre nagyon vigyáznak, tehát itt a polgármesteri hivatal közelében levő kis patak, ahol 2-3 kilós pontyok kúszkálnak szabadon. Ez a császári palota, szintén Tokió szívében. Ez évente kétszer látogatható egy nemzeti ünnepen, illetve a császár születésnapján, ami szintén nemzeti ünnep. Előtte egy hatalmas park van kis erdővel, itt látható, hogy és ezt jó távol van a felhőkarcoló erdő. Tokió központjában látható kis park, ahol nagyon jellegzetes növényzet van. Tokiónak legmagasabb épülete, egész Japánnak a legmagasabb épülete, ez a Sky Tree, vagy égigérő fa, lefordítva. Ez 2012-ben fejezték be, 2012-ben a világ legmagasabb tornya volt. Épületet a Burj Khalifa megelőzte, tehát ez Dubajban van, de ez épület, toronyként még tulajdonképpen ő a második, tehát egy rövid ideig rekordnak számított. Tehát 634 méter magas. Így néz ki lentről, tehát én még déli 1 óra, 2 óra körül értem oda, bízva abban, hogy szép időben, verőfényes nap, szép fényképeket készítek. Hát ebből ez lett belőle, este 8 órakor jutottam sorra, tehát hemzsegtek az emberek, tehát gyakorlatilag több százezer ember fordul meg, naponta sorszámot kell húzni, és ki kell várni a sort. Tehát gyakorlatilag egy olyan 6-7 órát vártam, hogy fel tudjak menni. De ez a negyedik próbálkozás volt, mivel nagyon magas épület, ha 634 méterével, tehát több mint egy fél kilométer, 70 kilométer fölötti szélben lezárják, mert akkor a kilengése fölül, hogy nem biztonságos. Illetve köd, ha nagy köd van, szintén lezárják, illetve vannak bizonyos, tehát olyan, ha földrengés, előrejelzés van, akkor úgy szintén lezárják, és tulajdonképpen vagy időjárás gondok miatt, tehát negyedikre sikerült csak felmennem, hogy mindenből pénzt tudnak csinálni a japánok, tehát itt ez a kis fényképezés látható, egy nem vízszintes volt ez a, tehát nem körbe lehetett járni a felső részét ennek a toronyépületnek, hanem mint a csiga lépcső, tehát
tulajdonképpen felmentünk egy részhez, és utána mentünk egyre lennebb, és ott látható a csiga alsó részén. Itt tulajdonképpen ki lehetett állni, csupa üveg volt, és nem túl olcsón fényképeket lehetett készíteni. Tehát úgy, hogy egyik emeletről lefelé, úgyhogy a kivilágító Tokió látható a háttérben. Amiről beszéltem, a Tokyo Tower, Eiffel torony másolata. De ez, hogyha japánoknak jeleztük, hogy akkor ez mégiscsak egy másolat, akkor ezt nem akarták elhinni, ez azért Japán, ez már régóta megépült, tehát magasabb, mint az Eiffel torony, de ennek a másolata. Hát amikor utána olvastam, tulajdonképpen több tíz másolat van világszerte, hát ez az egyik leglátványosabb a méreteiből adódóan. Hasonló különleges épületek vannak szintén Tokióban, ez a nemzetközi centrum, ez tulajdonképpen több futballpályányi olyan központ, ahol rendezvényeket lehet szervezni, de úgy, hogy több iskola egyetem egyszerre például a kicserélhetését meg tudja szervezni. Tehát ez a fő hal tulajdonképpen több emeleten jobb oldalra be lehetett menni. Ez a Venus Font nevű helység, ez gyakorlatilag ez is egy mindössze csak olyan 8-10 éve készült el. Ez is az egyik látványossága Tokiónak jelenleg, ez egy az Odaiba nevű negyedben van. Tehát nem a Kéki látható felül, hanem európai országokat jelenítenek meg. Ez egy zárt épület belseje, itt éppenséggel olasz mintára készült üzletsor. De gyakorlatilag a szökőkutak, szobrokat mindent lemintáztak, ugyanúgy vannak különböző terek az üzleten belül, de mindent olasz mintára. Ez Shinjuku, Tokiónak az egyik legforgalmasabb negyede. Tulajdonképpen Shinjuku állomás, az egész pontosan a világ legforgalmasabb állomása. Több mint 210 be- és kijárata van, és 1-24 óra alatt nem ünnepnap, hanem hétköznap. Egy hétköznap átlagban 3,6 millió ember fordul meg. Tehát csak ebben ezen az állomáson. Tehát itt vonat, metró, busz, stb. Központ. Tehát két budapestnyi embertömeg fordul meg ezen az állomáson. Tehát így néz ki az egyik irányban a vasút hálózata. Ikebukuro, ami a Ikefukurónak, tehát egy kicsit kicsavarva az baglyot jelent, és tulajdonképpen hát a Japánban is a tudás jelkép az a bagoly, ezt virágokból kirakják, tehát itt az Ikebukuro állomáson ez fogadja a látogatókat. A virágnak, meg a természetnek alapvetően központi szerep jut Japánban. A cseresznyefa virágzása az egy látványosság. Ezt gyakorlatilag az UNO parkban, ez egy természetvédelmi park, itt ember tömegek mennek ki, fényképezik, filmezik egymást, gyönyörködnek a cseresznyefa virágzásában. Ugyanebben a parkban buddhista templom látható. Azt azért tudni kell, hogy a vezető vallás az a Shinto. Tehát a Shinto az ősi japán vallás. A kínai hatásra jött be a buddhizmus, ez a második, de egy igen jelentős keresztény társadalom is van Japánban. De az az érdekes, hogy és egy igen
széles kör pedig ateista. Tehát aki esetleg jár templomban, de nincs megkeresztelve, de vagy illetve nem tagja semmilyen vallásnak, de ennek ellenére tehát van, aki születésileg egy sintó, templomban van úgymond megkeresztelve, egy keresztény templomban összeházasodik, és buddhista szertartás szerint temetik el. Tehát ez Japánban nem egy különleges. A színháznak egy fontos szerepe van, tehát nagyon szeretnek színházba járni, ez egy a nemzeti színház, a kabuki színház, ez egy nagyon maszkban szereplő, Európában kevésbé elterjedt színház típus. Itt egy buddhista templom látható, ami az egyik legnagyobb Tokióban, szabadon látogatható, sőt, a szerzetesek szeretik, hogyha a szertartásukat minél többen látogatják. És hát ez az odaiba, amiről már beszéltem, tehát itt látható, itt volt a Vénuszfont, tehát ez itt alul, ez az üzletsor, háttérben a Fuji TV, tehát a Fuji az ugye a Fuji hegy, de a Fuji márka az japánból eredő, ugye elektrotechnikai központ, tehát itt gyakorlatilag ami modern és elektronika, az gyakorlatilag ide be van építve ebbe a kis gömbbe, oda fel lehet menni, és közel 360 fokba körbe lehet nézni Tokióba. Egész pontosan ez a Tokió öböl felüli részén van. Ez lenne a kilátás. Itt is ilyen mesterséges szigetecske. Ez pedig a Rainbow Bridge, tehát szivárványhíd. Ez gyönyörű tényleg esti kivilágításban. Nem Amerika, még mindig Tokió, szabadságszobor, ők mindent elkészítettek, többek között szabadságszobrot is. Az igaz, hogy ez egy kicsit kisebb lesikeredett, de teljesen mindenben azonos a New York-i szabadságszoborra. Madame Tussauds, ugye ez Londonban van az eredeti, de Párizsban és a világon még van néhány helyen. A japán meg vannak győződve, hogy a Madame Tussaud, hogy a különböző sztároknak a viasz másolatai kiállították, meg vannak győződve, hogy az övéki az eredeti. Yokohama, amint említettem, ez a második legnagyobb városa Japánnak, több mint 4 millió lakosa van, Tokió egyébként 8 millió lakosú. Az agglomerációját is hozzászámoljuk, tehát úgy, ahogy Budapest és Pest megye, akkor 12 millióval élnek körülbelül. Yokohama egy modern város, ez gyakorlatilag a második világháború közben azt földeltették egyenlővé. Tehát gyakorlatilag le volt bombázva, tehát épület nem maradt. A Yokohamát gyakorlatilag 100 év alatt építették fel. Itt látható Yokohamának a központja, ami a 9,5-ös földrengést is kibír. És itt is gyakorlatilag ezek a legmodernebb földrengés megelőző, illetve azt egyensúlyozó technológiák gyakorlatilag be vannak építve az épületekbe. Közelebbről megnézve, tehát ez a Japánnak a legmagasabb épülete, tehát itt azért az épületet és a tornyot más kategóriába sorolják. Ez a Landmark Towernek nevezik, ez a kilátás. Tehát gyakorlatilag a Landmark Towerről más felhőkarcolóknak a tetejét, tehát csak itt ebből a kilátásból 4 helikopter leszállót lehet látni. És itt látható, hogy tehát 275 méter magas hőn lehet körülnézni. Ez az épület előtti kis hajó, ami illetve nemzetközi
hajóállomás, ami egyben egy szórakoztató központ is, tehát itt éppenséggel kicsbox bajnokság zajlott, amikor én éppen ott voltam. Gyönyörű kivilágítás, tehát itt menedékesen van megoldva, faburkolat, csúszásmentes, sétálható, akár esős időben is, tehát tényleg gyönyörű a kilátás, tehát a naplementét innen nézni. És ugyanebben az időben, szintén Yokohama, ott látható, itt látható az előbbi épület, tehát és az mellett virágkiállítás volt például. Élő virágok. Tulajdonképpen mindent megtesznek, tehát hogy benne érezze az ember magát a kiállításba, tehát folyosók a virágok között, stb. Ahova nem sikerül ültetni virágot, oda rajzolnak.